Robotokat már az ókorban is használtak, de a mai értelemben használt robotok a 60-as években alakultak ki. Szegeden 55 éve robotember köszöntötte az úttörőház látogatóit. Fejlődésük sok tekintetben párhuzamos a számítógépek fejlődésével. A Naima János Társaság tervezte meg ezt a kiállítást. A technológia fejlődése olyan korba érkezett, amikor gyakorlatilag alig tudjuk már követni. Tehát a sebesség, a fejlődés, nem hogy maga a fejlődés exponenciálisan gyorsul, már a fejlődés sebessége is exponenciális. Ebben az esetben azonban a robotok a robot és a mesterséges intelligencia olyan jövőképet fest, amelyre föl kell készülnünk, amelyre oda kell figyelnünk. A robotika és a mesterséges intelligencia óriási lehetőségeket rejt, ugyanakkor nagy veszélyekkel is jár. A mi felelősségünk, hogy ebből mi teljesedik be. Az egyik jó tendencia, hogy a tömegtermelésben a robotok alkalmazása jelentős költségcsökkenést és minőségjavulást hozhat. A másik az orvosi robotok fejlesztése. Évtizedekkel ezelőtti űrutazásoknál is fölmerült, hogyha valami probléma van, akkor mit lehet csinálni. Ugye nincs kéznél az űrhajó egy szakképzett sebész, vagy valamilyen szakorvos. Ma már a telemedicina egy olyan fejlődő ágazat, amelyik emberek sok ember életet menthet meg. A sebész által irányított robot az emberi mozgásnál akár 10-szer finomabb mozdulatokra is képes. Lehet irányítani a szomszéd szobából, de ma már akár több ezer kilométerről is. Az Egyesült Államokban 3000 ilyen robot működik, nálunk egyelőre csak egy.